hallom, hogy menjek késkar, menjek bacsit szerzek én is. Mi a baj, ezt szervek közben egy jó kérdés. Remélem nem laggol. Mindent. Ó, oh, még a végére ide is értem. Aaron versus Tiburon, mindenki egy késnyire. Sajnos az Existence meg tudta nyerni a késkört, de... Igazából az tök mindegy. Mi a zene egyébként? Most tűnik fel. Hát egy kicsit old school. Latinos. Hát hogyha ezt a meccset nem nyerjük meg, meg a következőt, akkor... Hát... Azt mondom, hogy lehetetlen, de szerintem kb. Lehetetlen lesz a továbbjutás. Tényleg innentől kezdve nem nagyon szabad hibáznunk, én azt számoltam tegnap. Mindent be kell húznunk, és akkor meg lehet a top 32. De majd meccs után majd nézzük ezt. Na. Remélem van a utókameránk. CT-be kezd az Existence, a spanyolok, talán ismerős a nevük. És mi pedig T-ben, hát nekünk meg azért remélem, hogy még inkább ismerősebb a neveink. A mi oldalunkon nincs változás, Bézeti Bodito, Coolio, Flash, Jaren, a másik oldalon pedig Tiburon, Johnny Boy, Claren, Varese és OMG, nekem nem tetszik a neve. És pont az előbb említett OMG-t akartuk meg ölni, de nem sikerült, de legalább banánt elfoglaltuk. Én szép lassú kis pisztolyoskoron vagyunk. Két emberünk is vett gránátot, VZT és flash. De van két smoke-unk. Ez például tök jó, mert be tudunk dobni egy CT-t meg egy tekert smoke-ot, és az pisztoly körbe egy fix bomb lent. Tehát abból 100%, hogy lerakjuk a bombát. És a ritékre pedig csak egy füstje, illetve egy death kitje lesz az Existence-nek. Tehát, hogy oké, hogy nekünk se lesz nagyon gránátunk, de nekik sem. Csak el kell jutni rakóig. OMG lesz az első kontakt. Tegelni tudott egy playerünket. Nagyon overextendel OMG. Büntetjük? Nem. Nem büntetjük, sőt Coolio-t fejelik ki, bár lehet, hogy hátulról jött. És van egy csapattársunk fejelte le Coolio-t. Na, nagyon szép. Coolio két HP-val két embert lelő és berohan rakóra. Szuper, ez az, amit mondtam, hogy érkezett a CT smoke és a teker smoke. És ez egy fix bomb plant mondjuk. Kellett hozzá Coolio. Ez a jolós leszarom két HP-val stílusba befutott és megölt mindenkit. Tök jó, hogy banánvédőt nézünk ilyenkor, de onnan pont nem jön CT. Ezt lassan tudni fogjuk. Flash jó ütemben néz ki. 2-2. Hát most már tudják, hogy mind a két játékosunk kint van banánba. És szépen egyszerre néztünk ki, végül flash lőtte le mind a két CT-t. Jó. Az első körünk azért szépen megvolt. OMG nem artikos volt. Az lehet mondani, hogy az artik is spanyol csapat. És hogy megmondom őszintén, hogy a spanyol csapatok terén nem vagyok otthon. Tehát egy muszámbaniékat vágom, még a régi vizárcot, és kb. Ennyi flipinék. Hopp. Áron elégetett két embert. A hármat. Mi az Isten történik itt? Hoppá, hoppá! Átrakom az autókamerát Clarenra, de nem vagyok túl boldog most, hogy ezt így látom. Mik voltak azok a égetések? Áron elégetett kettőt, és valaki visszaégett tőlünk, vagy nem is tudom mi volt. És utána meg egy embertelent lőtt Claren sajnos. Nagyon jó poziba van Johnny Boy. Benézünk balra. Hál az égnek, benézünk balra, jól van. Hát Claren mondjuk amilyen szépet húzott, nem tudom, hogy itt miért jött ennyire ki. És hogy végül is megfordítjuk a kört, és Suarez marad 1v2-ben.
pont le tudjuk rakni. Kicsit kockáztatunk. Hogyha előbb jött volna Varesz, akkor simán lelője a bombarakó játékosunkat, és onnantól 1v1 egy 7 HP-s kúlióval. Ez meg a legősibb crossfire a játékba szerintem, amikor 3-os meg 6-osról tartasz. Hát viszlát kúlió, jó, van, vezeti lehozta. Nem volt a világ legegyszerűbb köre, de meg lett. És akkor most jött a full leko a spanyoloktól. Esetleg itt egy gránátot ledobálhatnak, vagy P2-t, vagy valami ilyesmit csinálhatnak. Többet nagyon nem. Ilyenkor sajnálom, hogy nincs replay, szörpenzomból megnézni azokat a molós killeket. Nem dobálnak le semmit, majd csak két, vagy kettő P2-t venjük van. Jól látom, van egy off. Varesz. Hát jó. Akkor igazából négyen játszanak most a spanyolok, és valószínűleg lesz majd egy időkérés. Aha. Na, technikai probléma. Érdekes kérdés egyébként, hogy ilyenkor lehet remake-elni a kört, bár egyébként tök mindegy, mert úgy HP-s kör. De Johnny Boynak eltűnt 3 HP-ja. Tehát papíron nem lehetne már remake-elni ezt a kört, hogyha most képzeljétek el, hogy ez egy fegyveres kör lenne. Papíron elméletileg nem lehetne remake-elni, de most egyszerűen ez a 3 HP mínusz végül is nem volt kontakt, vagy csak valami nagyon kósz a gránát elcsípett Johnny Boy. Szóval számomra egy tök érdekes kérdés lenne, hogy ezt remake-elhető szituáció lenne. Nyilván most nem fognak összeveszni, hogy egy pisztolyos kört 4-5 vagy 5-5-be kell játszani. Mondjuk OMG elszerett egy embert. De ennyi történt a körben. És reméljük, hogy nem lesz ilyen hosszú technikai probléma. És akkor jól indul ez a mérkőzés nekünk 3-0-val. Mi vagyok fogunk játszani egyébként nyilván, hogy már megszoktátok, és Infernót. És megnézem, hogy a 7 órás meccsünk milyen lesz. Gondolom úgyis egy pauz, igen, egy pauz. Jön. Azt mondja, a 7 órás meccsünk az X-AAA ellen. Az... Trénen lesz. Ah, vonatozni fogunk. Tegnap is vonatoztunk, az nem volt olyan jó. Egyébként a pályáink 90%-a vagy Inferno vagy Train. Egy mirázs, egy overpassunk volt ideig, az összes többi meccsünk az Train, illetve Inferno. Az eső a folyamán. És majd június 13-án fogunk még egyet játszani a Boys Brigade ellen, az is Train lesz. Hogyha valam nagyon vásárolnak, úgyhogy ja, meg is jöttek, szuper, akkor ezt bezárom. Hi, ciao, dír. Az első fegyveres körünk is kb. Olyan szépen kéne hozni, mint a legutóbbit. Legalábbis a pisztolyos körünk nagyon jó volt. Az Existence sem áll olyan túl jól, azt hiszem, 3-5 losztal állnak. Ők sincsenek most itt túl jó szériában, hát azt kéne kihasználni. Hogy nincsenek túl jó formában, pedig egyébként nem egy rossz team. A spanyol csapat. A VP-s teljesen kiszorítottuk, mi pedig elfoglaltuk bordet, és végigmegyünk árnyékon. Van jó öreg ugrás az SMG-vel. Kiszedtük az árnyékos játékost, kiszedtük a házasat, és szerintem megtart jó innentől kezdve. Rengeteg gránátunk van, tehát ez a ritékelhetetlen kategóra, és menteni is kell bizony. A jó öreg Áront előre küldjük a Mag 10-zel. És majd alkot valamit. És a társak pedig szépen figyeltek fel, egyébként többen is felnéztünk házat, tehát mintha demoztuk volna az ellenfelünket, vagy legalábbis tudtuk, hogy nem homokba lesz, hanem fent. Tehát ugye itt volt fent a CT player, és szerintem többen is ide figyeltünk. Talán egy ember tartott csak nagy homokra, dózára. Hát egy kicsit vadászunk. 3-9-et fegyver az még relatív sok. Az most már csak 2. És 2 is marad.
Szláv épet még jó lett volna elcsípni, nem sikerült. Két kimentett fegyverrel mit fognak csinálni? Fó, nem, de, force. Forszanak a spanyolok. Ajaj. Na szép volt, ez a tipikus lemolózott banánt. És mivel ott van egy moló, kb. Ahol most Aaron áll, ezért vagy vissza kell húzodnod banánba, vagy be kell menned farakáshoz. És hogyha bementél farakáshoz, akkor gyakorlatilag csapdába estél a moló miatt, bedobtak két gránátot. És onnantól kezdve borító halott volt. Teljesen tudatos movement. Három gránátból. Mint a két gránátból és egy molóból. Egy killt össze tudtak hozni a spanyolok. Bemegyünk. Autókamerán vagyunk gyerekek, és ez annyira ideges itt az SL-nál. A dupláról lemaradtunk. Tiburonra értünk ide. És BZT egy vértjére. Ami hát nem élt a legkönnyebb szituációja, tehát lehet a második fegyveres kört, ezt a force kört le tudja hozni. Az Existence. Igen, az esélytelen kategóriája volt. 4-1, de most kell rávenni szépen. Egy pillanatra elvizonyítottam, mert BZT pénzet lettem meg először, de többieknek van pénze bőven újra vásárolni. És egy pauz. Fogalmam sincs kitölt, tehát ez technikai, taktikai bőven lehet. Köszönöm szépen a followokat. És egyszer köszönöm szépen a bitet. Na már lassan 2250-en vagyunk, azt hiszem. Az egy szép szám. Itt pedig 120-an szurkoltok a Salamandernek, vagy az Existence-nek, tehát ki tudja. A múltkori orosz nézek után, meg a múltkori portugál, hú, ezek nagyon-nagyon sok voltak. Ez annyira még senki sem szurkolt szerintem a Salamander ellen, mint a portugál brigád. Egy kis ártalmatlan is gyerekek voltak. Aki nem volt itt, az egy vicces sztori volt. Majd talán valami lazább körbe elmeséljük. Egyelőre tehát rávásároltunk nullára. De elég kellemes vásárlásunk van bőven rengeteg gránáttal. Ugyanez nyilván elmondható a CT-kről is, akik dupla AVP-vel tudnak vérekezni. OMG és Johnny Boynál is egy-egy AVP van. Na, jönni fogott egy boost, gondolom, imádom. Jó, hát nem olyan jó dolog ez a boost, meg minden, de inkább azt nézzük már, mint egy AV-dőt. Au. Hát ha az égnek a negyediket nem adta be neki, az áram is szép volt. És utána megérkezett Wallace és ő fejezte be a kört. Hát ez egy kellemetlen dupla volt a Zugi 2-ről. És sajnos az be is fejezte nekünk a kört. Egyébként azt gondolkoztam, hát hogyha ti okosabbak vagytok, mint én. Vagyis hát nyilván okosabbak vagytok, az nem egy túl bonyolult dolog. De a GoTV az nem... nem velves dolog. Tehát értelek, mire gondolok, a Faceit-es az a Faceit-es autókamera ezerszer jobb, mint az SL-s autókamera. És hogy ez nem ilyen központi dolog, hogy a velvé az egész dolog. Tehát én arra gondoltam, hogy ez így a játékba bele van programozva, felküldsz a KLTV-t, tök mindegy, hogy ki, vagy GoTV-t, tök mindegy, hogy ki. És a GoTV az mindenhol ugyanolyan, az autókamera. De nekem nagyon úgy tűnik, hogy nem, mert az SS az botrányosan rosszabb, ez már feltűnt múltkor is. Tehát látszik, hogy nem ugyanaz a rendszer áll mögötte. Arról meg ugye nem is beszélve, hogy az utolsó körül spoiler, amikor meghűl az autókamera, az is mindenhol más, mert valahol csak meghűl az autókamera, valahol nem történik semmi, valahol meg belakkol. Szóval, hogy ezt sem értem, hogy ha egy rendszer van a játékon belül, akkor hogy lett platformon függően más. Hát, tudjátok, bár a csatom az teljesen meghalt. Telefonon köszönöm.
Top 32 jut a playoffba. Ez tavaly meglett a Hopnak is, illetve a... Akkor még nem Salander néven voltak, de nekik is meglett. El kéne csípni őt. Jó. Tiboron megvan, nagyon egyedül maradt. A support flash-em kapott a társától. Picit beállult most szegény. És ezt a gyengkör tudtuk kovácsolni, sőt visszalőttük OMG-t is. Szia Barney. Lekerül a bomba. Hát elindultak egyébként a CT-k. Nem úgy festő meg fogják próbálni. Pénzük ez van bőven. Végül is megpróbálhatják. Sőt, le tudták lőni flash-t. Az a moló. Hát, ki volt és így gyakorták, mert az egy nagyon sok idő megvárni azt a molót. Tehát, hogy az egyik bejárt ők füstölték el, a másikat pedig mi? Tehát értem, jó volt az elképzelés, de azon magukat szivatták le. Melyik irányba se tudtak menni, és azt már inkább kimentettem volna, akármennyi pénz van a zsebükben. Az esélytelenek nyugalma volt. Ez is. Túl sokszor használom azt. De, ahogy mondtam, bőven újra tudnak vásárolni. 4 AUG, 1 LVP. Nagyon durván megszólott az SGT oldalon is. Most néztem LCS statisztikákat. Nyilván az AUG az mindent hit, de rengeteg SG-t is vettek. Hát ugye a Silencer-es M4-ből vettek 7-et összesen. Tehát a... Nem is tudom, a magozóból vették kevesebbet, amilyen fegyvert vettek, meg még valamit, valamelyik shotit. Nagyon durva. Nagyon jó az a crossfire. Nagyon szép. Ja, egy füstbe akadt meg ráadásul két kill. Hát ez para. Nagyon szép volt a crossfire egyébként, két ember volt árnyékon, az egyik felboostolva, arra baromira nem számítottunk. És amikor lelőttük az árnyékost, és meglőtt minket fent a boostolt player, akkor jött még egy ember rankerről, ami teljesen meglepett minket, és ide-oda kellett nézni, és még be is akadt neki két kill egyébként füstből. Ezek a füstös killek, ugye gyakorlatilag a tegnapi train... Hát csúnya szóval azon ment, rengeteg kört hoztak úgy az ellenfeleink, hogy egyszerűen kitúrtak minket smoke-ból. Nem mondom, hogy hú, de szerencséjük volt. Az egy gyönyörű gránát volt. Nem mondom, hogy hú, de szerencséjük volt, mert jól is játszottak, de rengeteg ilyen szerencsés füst killük volt. Azt áttoljuk. Annyira sok dömi csak nem vettünk be. És balagergom. 3 kill. A flash még egyet el tud húzni. El, és így a bomba talán meg lehet. Az a baj, hogy kiesett homokba a bomba. Még egy embert el tudott lőni flash. Most már tudják fixen a poziát. Hála égnek ez a moló nem ráment. De graveyard le fogja lőni. Nem lesz így bombpercünk. Ilyes megmozdulás volt Clarentől, hogy felvolkolt. De 2-0 HP-s player maradt egyébként. Flash ellen. 5-5. És egy újabb pauz. Most már a harmadik. Volt egy technikai pauzunk, egy amiről fogalmam sincs mi lehetett, bár gondolom taktikai. És most megint egy taktikai. Hát ez olyan szituáció, hogy bárki kérhette. Salamandert átbeszélni a következő körét, az Existence hozta, de simán lehet ilyenkor is kérni. SZSZ-en is rengeteg olyan időkérés volt, amire simán rámondtam volna, hogy a másik csapat kéri ki, és nem. Tehát, hogy mondjuk a Vitality hozott 3 kört, és kér egy időkérést. És miért? Nem tudom, de kértek, és utána játékköröket szóval be is vált. Egy kis off-topic, hogy nagyon remélem a Made in Brazil nem fog belenyúlni a Fury a line-upjába, nem tudom ti hogy vettük ezzel. Mert baromi szimpatikus csapat ez a Fury, és remélem az lesz, hogy a Made in Brazil egyszerűen kivásárolgat egy-két tehetségesebb playert, és gyakorlatilag szét... Csúnya szóval szét basztgatja azt a csapatot. New steps, pont Stanislaw. Gondolom Stanislaw lesz az. Az egy... Az egy jó csere. Nincs olyan depth-szel, de Stanislaw egy jó player. Most szerintem teljesen valid csere, nem láttam egyébként. Megvan az Entrink. Johnny-t szedtük ki.
Jól játszanak a spanyolok, van egy-két ilyen dolog, amit néha nem értek, főleg Johnny-nál egyébként, szegényt megint ki kell emelnem. Tudod, volt Banánba is, aki egy-két szemmel beragadt, és most is ilyen érdekes dolgot próbált meg. Mondjuk, hogyha LVP-vel tartott, ez meg annyira nem volt vészes, de persze tényleg beragadt Banánba. Szóval, ja, vannak néha érdekes egyéni megmozdulások, de mint csapattak ügyes egyébként. Az Existence-ettől függetlenül nagyon remélem, hogy megverik őket. Megeste az X-triplét a franciákkal, amúgy szimpatizálok a francia csapatokkal. Nincs egy duplán, jó lenne őket elvárni. Áron terelgetett, de a többirek megindulnak és elfoglalták bordákat. És meg is indulunk árnyékon. Jó a crossfire. Nagyon jó volt a crossfire, de a mi támadásunk még jobb. És nem fogják megpróbálni a ritéket. 6-5. Nem hagyjuk elhúzni az Existence-t. Szerintem szóval nagyon jó ingame leader. Ja, szerintem is. Meg egy jó player. Van egy csomó ilyen amerikai, meg kanadai player, akik így eltűnnek. Nem tudom miért. Pedig tök ügyesek. Mert azt megértem, hogy mondjuk egy Edward valamennyire eltűnik, mert szegény meg kiöregedett. Baromi sokat lerakott az asztalra, meg baromi ügyes, meg minden. De hogy van egy csomó új tehetség, akik jönnek. Amerikában az új tehetségek is rendre eltűnnek. Tök fura. Az PZT túléli. Itt megsebzett egyet Coolio-ra. Az kemény, hogy majd T-kezdő így kifutott. Ez mennyire durva, hogy T-házban sebződsz egyet, de homokba, úgyhogy rá lesz a bombára. És gyakorlatilag egy repesz átszaladna az agyadon való életben. Ott meg túléled. Fura néha a fizika Cségóban, de aki cségózik igazából, azt nem kell bemutatni. Tegeltük. Ki volt ott? Négyes player, aha, van, ezt tegeltük. Kicsit ellövöldöztük ott a gipszkartonfalom. Na egyébként jönnek majd a minorok is, lesznek minor castok is. Velem is például. Bencevel fogjuk vinni az NA minort, aki arra kíváncsi. Az EU minort pedig nem tudom ki hirtelen, de lesz olyanok is. Úgyhogy tök jó. Ez holnap fog megindulni. Aztán írtunk is róla a cikket egyébként, mert abban aki érdekel. Akit érdekel, az nyugodtan olvass el. Úgyhogy sajnos a minor kvalit nem lehetett követni, de a minort már igen. Balánba sorakozik fel majd a bomba is. Bodittó visszaverik egyébként, ez jó. És ezt a zoomot meghallott a Bodittó. Fel is készült, le is lőtt a Johnny-t, 2v4, nem fogják megpróbálni. És még ott van egyébként Flashy, aki vadászgat, csak nem arra felemegy. Holnap már ené minor, igen, holnap 6-tól kezdődik talán? Azt hiszem 6-tól kezdődik az ené minor, és 6-ig tart az EU. Még vannak nekem kérdőjelek, hogy mit, hogyan, mikor adunk, de adni fogjuk elvileg. Szerintem a hop megint ott van a playoffban. Igen, azt néztem is, hogy ők már fix, tehát hogyha az összes meccsüket elosztolják, hát meg szerintem akkor is. De nyilván ne így legyen. A világért sem akartam ilyen voodoo árkot rájuk szórni. Ez egy erős váltás volt oda a hullára. Ja, úgyhogy holnaptól már minorozni is fogunk. Azt hiszem én szerda és csütörtök este leszek, meg talán péntek. Péntek este, az mondjuk izgi lesz egyébként, mert szombaton meg megyünk reggel strandra. Én leszek majd a vizek hulla valószínűleg. Na, egy középgránátozás. Viszont rossz ütembe tolt el Johnny-ba ezt a... Azt a modót, és pont ránéztem a mini apra, mi az Isten keresett, Varesz. Meg tudtuk látni Flashit is.
Hát most teljes kérdőjel van itt a szemünk előtt, hogy hogy az Istenbe kerültek ide a CT-k. Tehát az, hogy ott már ott volt rókajukban egy spanyol játékos, az teljesen meglepett minket. Oké. Áron beköszönt vére. Hű, bazzag. Erős konkurenciám lesz, 6-kor jól van. Ja, minor close quali lesz most persze, de... Tehát, hogy az is hozzátartozik nálam a minorhoz, a close quali már. És a minort is fogjuk majd adni, az nem tudom mikor lesz, meg most a close quali-t is. De lehet, hogy rosszul fogalmaztam, sőt, biztos rosszul fogalmaztam. Bevételtelek, majd én is összeválogatok egy asszalott mondást magamról, mint ahogy ez a említett úriember szokta magáról. Ami ott biztos, szerintem a Major-t is. Jó, egyszer megnyertek a fél időt. Egész jók most a T-köreink. Tartson ki ez a lendület CT-ben is. Frey-ben is erősek vagyunk. Most nincs senki a gránátok. Nem öltek meg senkit. Beszéljünk a kérkék szándékával, tartasz ki este folyton az elejét sem. Na most nem esnek ki. Meg általában én legalábbis úgy tudom, hogy a kvalik előtt szokták kirakni. Ajú. Áron esik. Kicsit is csendesült ez a kör. Meg szépen visszazárt. Balába sorakozunk fel. OMG. El tudta lőni Kóliót. Ilyen kerítős B lett volna gyakorlatilag. Hát végül is bementünk, OMG nagyon jó ütemben nézett vissza Coolio-ra. És sajnos széttörő érdeköző játékos, amit azonnal ki tudta szedni. Egy füst banánra. És valami kettő járomba kéne hozni ezt a kört, kettőnek banánból egy CT-ről. Halljuk, hogy egy ember itt trapolt CT-n. Most már mind a két játékos tudja viszont az existence, hogy hol van mind a két játékosunk. Flashy meg is halt. Vérzetemek, hát, ja, csak lehet mondani, hogy lehozza ezt a kört, ma három irányból lőttek, nagyon csak két irányból a harmadik szedte a bombát. 6-8 az utolsó kör jön, bőven rá tudunk vásárolni. Most még egy 9. kör azért jól jönne. A statisztikák szerelmének egy, vagy szerelmeségnek egy tabulátor. Most jobban használjuk egyértelműen. Mondjuk itt meg utility damage-ek durvák. Ja, mondjuk CT-ben utility damage-et összeszedni, az nem olyan durva, mert ledobsz egy gránátot meg egy molott banánba, és fixen okozol damage-et. Ez nem egy olyan durva dolog, a BS-védőknek hatalmas utility damage-et összedobni CT-ből. És ugyanez mondjuk elmondható a take-ről, mert bedobsz egy ilyen flash, mint amit most láttatok, és abba fixen vakul két player, tehát értelek, mire mondom. Bedobsz egy flash B-re vagy R-ra, abba vakul két-három ember. Tök mindegy, hogy az érte valamit. Három embernek beleszámolja. Míg CT-ként azért ez fokkal nehezebb ezt a statisztikát javítani. Meg volt az entry, szépen nézett ki Clarem, Aria adészgatott egyet. Értem. Nagyon elmesélem, hogy szerintem ebben mi volt a logika, ebben a molóban.
közben vadító meg áram be tudott menni. Na, mivel úgyis... Hát nem mondom, hogy úgy slavozik ezt a kört, szóval egyenlőre meg nem kiabálom el. Addig lehet tippelgetni szerintetek mi volt az értelme annak a molónak, most szerintem 10 per 10 megoldás volt, főleg mert be is jött. Hát elmetőleg nem szabad ezt a kört elbukni. Töttem a catchpack, halljak a másik. Ajaj. Claren. Keményebb player vagy azért te is. Nullas volt balittól, tehát azért még kemény. Na, szerintem az volt a logika ebben a molóban, és mivel bejött egyébként ez hatalmas megmozdulás, hogy itt volt két playerünk. Itt. Dobtunk egy molót ide. Tehát a CT-k azt hitték, hogy még csak most dobtak molót kocsira. Tehát elméletileg a kocsiról nincs információjuk, magyarul valahol még itt állnak a tékfarakásnál, szóval egy baromi össze van a támadás. Mivel itt volt már két emberünk, belevolkoltak a füstbe, és látszott a CT-k pozícióján, hogy fogalmuk sem volt, hogy már ilyen közel lehet valaki. Annyira gyönyörű volt ez a megmozdulás, és ilyet ritkán látunk. És nem azért mondom, mert a magyarok csinálták, ugyanúgy elmondanám, hogyha a spanyolok szivattak volna ezzel be minket. De hogy annyira látszott, amikor belevolkoltunk a füstbe, hogy a CT-nek fogalma sem volt, hogy már itt leszünk. 200 IQ kávé. Warlights nyert gyakorlatilag, igen. B-t, mintha nem pusoltak volna be. Abszolút el akarták hitetni, hogy még nem vagyunk ott, és sikerült is. Na, az ilyen megmozdulásokat jól látni egyébként. A VZT-N3-ét meg pláne jól látni. Bár Áront visszalőtték. Igen, egyébként lehet, hogy tök véletlenül így belelátom a dolgot, és csak nem nyomtam meg a jumpot. Na, valószínűleg nem. Ha misclick volt, akkor a világ legszebb misclickje, de remélem, hogy nem az volt, hogyha már így behypoltam, hogy ez mekkora megmozdulás volt. Mert tényleg belevolkoltunk abba a füstbe, szóval úgy nagyon tudatosnak tűnt nekem. Erre mondjuk rákérdezek meccs után. Egy választ meglátunk. VZT röptében is kiszedi a legyet. És egyébként ott van még egy Coolio. És közben, hogy árnyékon meg házba be tudnak menni. Hát Coolio, hogyha esetleg jó ütemben néz ki. Na most Coolio, gyerünk. Így is jó. Mégse jó. Mégse jó, 2v2 alakult így ki. Kicsit be vannak szorulva a ték, ez egy jó hír, flash ki tudott lőni egy embert. És mint egy 1v1 fog dönteni. Egy fej elég, sajnos Claren P250-jéből. Pont ezt akartam mondani, hogy egy fej elég abból a P250-ből, és Claren így 4K-t lőtt. Hopot adom-e? Nem. De fogják adni. Én nem merem bevállalni. Litton írta, hogy majd fogja adni. Én azt nem merem már bevállalni, mert ezt is leadom, meg a 7 órás meccset, és utána még tanulni akarok. Persze az egyébként megesik mindenkivel, alulnak vannak hatalmas montázsai egyébként, hogy a legdurvább flikkeket zéróba folyamatosan belövi. De árva killek nem vannak neki, a Screamnál is láttam már ilyen montást. Az elképzelés jó volt, de sajnos nem kapta meg OMG a gránátokat. Viszont az entry-t meglőtte. És áttolta a smoke-ot. Lekerül a bomba, 9-8-ra feljön az existence. Mi pedig próbálunk magunknak fegyvert lőni. Jó, megadott. Na, meg upgrade-elni is tudja flash azt a fegyvert, szuper. Hát akkor flash az autókamerát már, ha valami történik, az vele fog történni. Ha valami nagyon gyors cipőt felvenne, flash-es összekaparni egy dev kitet félúton. Akkor még akár nincs a defis, azt éltett volna.
Tegelyként, ha nincs, az mennyire kikopott. Mármint az olyan ninjákra gondolok, ilyen 1v1-ekbe, meg hasonló körökbe, persze még annyi napig van ninja, hogy elfüstöld és felszered, de... Rengeteg olyan kör volt még a Chego hajnalán, emlékszem Dusk 2-n is például volt egy ilyen 1v4 Forestnek, hogy elbújt, rakon lerakták a bombát és felszedte. Vagy Nuke-on is volt egy ilyen kör, ami rémlik. Vagy valamelyik Virtus Pro-snak Mirázsán, hogy bevolkolt és felszedte a bombát. Tehát hogy ezek annyira elkoptak mostanában, hogy már egyet sem láttam ilyet. Nagyon régóta. Na, Flash a szerzett fegyverrel tud entrizni. Ugye Jézusom, Flash. Hát, nem csak entrizni, ugye egy laza 3-at kiszedett. Ja, Snacks volt a Virtus Pro-sat, te is emlékszel akkor. Az is azért egy komolyabb történet volt, de hogy ilyenek, mint Snacksnek vagy Forestnek a kis ninja defei, ilyenek teljesen kikoptak. Hát Flash nyerni akkor elég erőteljesen. Ne felejtjetek, hogy az az egy fegyverünk van, meg az az egy kell onnantól kezdve. Van egy dezink, meg egy CZ-nk. És persze, még így is valamennyire az Existence-nek áll az ászlón, hogy egy fegyvert sem tudtunk összeszedni banána aljából, és a bombáról sem volt információnk. Azért 2v5-be meg kell gondolni minden lépésedet, kicsit rajtad van a pressure is. Egyébként milyen jó, hogy rajta ragadt véletlenül a kamera, mert nem raktam át a autókamerára. Megéreztem. Ilyenkor például be lehetne kódolni egyébként az autókamerába, hogy amikor ilyesmi van, akkor mindig a T-t mutassa. Mert arra megyünk kíváncsi, hogy a T-t mit mozognak, meg hova mennek. Vissza a T-kezdőre menteni. És ez gyakorlatilag egy rögtönzött taktikai pauz. Hát, ja. Nem próbálják meg, ami számomra azért valamennyire érdekes, mert... Az egy fegyvert kell kilőni, tehát ha velennétek B-re, és mondjuk egy embert benne hagynak az existence-esek, és marad egy 1v3, onnantól kezdve is csak pisztolyos embereket kell lövöldözni Kevó nélkül, szóval meg ez az 1v3 is teljesen hozható. Nem próbálják meg. Mi pedig összeadjuk a fegyvereket, amiket ott hagytak. Még csak ki se dobáltak Balánba a fegyvereket? Ez mondjuk nem nagyon amatőr. Bementek Balánba, de még csak a fegyvert sem dobták ki. Hát ez fura. Ebben mondjuk több kérdőjel is volt számomra. Főleg ezt, hogy miért nem dobálták ki a fegyvereket. Flash próbálja meg megint, nem most borító próbálta meg azt, amit előbb Flash, borítónak is összejött belőle egy entry. Na jó, nagyon kellett egyébként ez a 3K, tehát ilyen unexpected cucc, de nagyon kellett. Azért néha nekünk is akadjanak be azok a füstkillek, hogyha már tegnap trénen kaptunk 30 millió füstkillt. Jó volt a prefire BZT-re. Au, és borítót is le tudták lőni. A borító szerezte az entry-t, ő forgott át. Szépen letartották. Na cool, jó. Flash-ivel vannak ittán. Flash tudja, hogy innen fog jönni egy ember, Coolior pedig ráugranak. Uha. Tiburon az nem sporolt a golyókkal. Hát, hogyha ugrás közben is beakad. Sajnos mind a két játékosunk meghalt, egy embert se tudtunk ellőni. És innentől kezdve most megint egy mentőakció, csak most nem a téknek, hanem a CT-knek. És a VP-t sem tudtuk sajnos ellőni. 10-9. Hát szoros meccs. De most már kidobják a fegyvert, amikor fizikai képtelenség, hogy elvigye áron, akkor kidobják. Ja. Ha ezek a pénzeket, ha áron el tudja menteni a fegyvert, már pedig úgy néz ki, hogy el tudja, akkor ő tud dobni egyet. Flash tud venni, borító vesz egy kicsit. Rá fogunk forszolni erre. Erre rá fogunk forszolni. És akkor jött az első kritikus kör a hajrára, amit nem szabad elbuknunk. És egy időkérés, ez vélhetően viszont tőlünk jött ki. Nem szabad bukni ezt a kört, mindenképpen nyerni kell. Én meg felrakom töltőre a telefonom. Holnaptól már végig lesz második monitor, úgyhogy amikor Bencével közvetítjük a Minor Close Palit,
Akkor azt már egy második monitorral fogom megtenni, juhú. Bocsi, a beszűrődő hangok el. Ezért a chatot jó olvasni néha. Már csak a visszajelzések miatt is, hogyha esetleg valami rossz lenne. Holnap lesz Minor Close Call, amikor holnap 6-tól kezdődik az NA, azt visszük mi, és előtte pedig EU lesz. Tehát most két napig... ja, két napig azt hiszem, vagy egy napig, nem tudom. Egy napig, ja, mert holnap lesz az EU Minor vége, vagy EU Minor Close Call vége. Na, mindjárt csak agresszív a kör. Borító félgeleget. Szóval... Az EU Minor Close Qualinak a végét adják mették, hogy jól tudom. Itt pedig az egész... Majdnem egész NA Minort le fogjuk adni. NA Minor Close Qualit. Igen, felejtem hozzá mondani. Le fogjuk adni Bencivel majd. Az 6-tól lesz este 6-tól. Nem tudom melyik meccseket fogjuk leadni, ezt majd Metabron biztos el tudjátok olvasni. Tényleg fogalmam sincs egyelőre. Szia, Szilveszter! Egyébként van egy csomó jó csapat, ennél Close Qualimt néztem. Egész jó színvonal. Minden több érzetének nem szabad overpeak-elnia. Na, Super Flash-ra, és hát az ő által adott Flash-ra nem ismert kinézni, helyes döntés. Kicsit be vagyunk szorulva rakóvara, egy Crossfire-t kell összehoznunk. Egy emberünk hal, a másikról tudják, hogy itt van nagyon közel. Coolio-ról pedig pontosan tudják, hogy hol van Coolio elővő második embert is. Na, még egy kicsit, hogyha tudja húzni Coolio az időt, az nagyon jó, mert 15 másodperc az órán még egy embert előtt Coolio. Hát falonát végül lecsipték őt. Nagyon sokáig tudta húzni Coolio az időt. Azaz, elövetjük, jó volt a flash. Nagyon okos volt Barito, hogy nem nézett bele a célkeresztjébe az ellenfelének, és lehoztuk a kört. Ami még fontosabb. Ha jól tudom, igen, Sylvester. Na, ez egy jó hír, ezt le tudtuk hozni. És tényleg kellett, hogy Coolio a kis, nem tudom, 20 HP-jával csodát tegyen a nagy homokban. Nincs pénz. Így a spanyoloknál. Nézzétek, pedig meglövi a Sentryt. Szerintem egyébként szünetben ki fogom lőni a streamet, és azt fogjuk csinálni, hogy majd 7-kor visszalövöm. Ma addig is muszáj tanulnom. Valami wingman-t, vagy mit tudom én, beszélgetni egy Salamander játékossal, vagy valamit benyomnék szívesen, egy MM-et, akár, vagy bármit. De az nem most lesz, most egy kis tanulás lesz. Úgyhogy akit érdekel, majd a következő meccs az 7-től várom szeretettel, és a Salamander Gaming vs. X AAA-t le fogom adni nektek. Az laza. Ez egy laza fejes volt OMG-től. És fegyvert is össze tudtak szedni. Van egy terelésem. Uha. Jó, Coolio megoldotta. Jó, crossfire-ünk. Claren maradt egyedül. Claren mondjuk már csinált nagyon szép dolgokat. És ez is az volt. Hát választott meg, hogy milyen fegyvert vegyen össze, szedjen össze. Az AWP volt a legszépebb pozíción. Mindkettőn balánból jövünk, talán az jó hír. Most már tudja, mivel két genált együtt ment ki. És megnyert a kört, jól van. Hát ez a moló aranyat ért. Fel is fogjuk kényelmesen szedni, 12-9 pénz lesz bőven a spanyoloknak. Szegény csirke. És egy pauz. Hát gondolom a spanyoloktól, egyébként csak egy fegyvert tudtunk kimenteni, szóval annyira ellátva pénzzel mi sem leszünk.
Egy pillanatra befrissítem a Twitch-et addig, szóval most nem látlak titeket. Na. Oké, visszatértem. Most egy picit le is maradtam a kör elejéről, de szépen csöpegetünk így a végén, a bomplant meg lesz, de majd ritékelünk emberelőnyben. Mindent nyerni kell a top 32-höz? Hát, kb. Igen. Azt számoltam, hogy szinte mindent. Egy V1 fog dönteni, 5 HP-s valitól. Atya úristen. Jó, hát az a baj, hogy nincs az a középső sáv, amit egyébként megint csak nem értek, hogy hogy történhet meg, hogy nincs. Egy játékban beprogramozott dolog. Egy OTV-n, na mindegy. Tehát kicsit megijedtem. Elég szorosak a körök mostanában. Ezzel a hajrára mi érkezünk ki a pozícióba. Rá fog erre vásárolni az Existence. Erre simán rá lehet venni. Ja, rá is vesznek. Mondjuk Varesszel, Mizu. Megint kifagyott. Csóri Varesz. Jó, fagyott ki CT-ben is. Amíg egy hatalmas gránátot kapunk egyébként. Hoppá. Banán van. Balitta és Áron is nagyon nullas. Na hát jön vissza Johnny. Mondjuk ilyenkor megint egy gyerekes kérdés, really? Most ilyenkor mi van? Jó. Legalább a bombát kapják meg szerencsétlenek. Tehát ilyenkor egy megint tök érdekes kérdés, hogy lehet-e remake-et kérni esetleg ebben a körben. És ez már egy fontosabb kérdés, mert a ték még nem sebeztek damage-et, vagy nem sebződtek. Tehát az én logikám szerint egy ilyen körben már lehetne kérni remake-et. Ha nem lehet, az nekünk végül is jó. Bár nem kívánok ilyet soha ellenfélnek. Jó, az ára. És flasholni meg Johnny-t. Vézét öli Clarent, az autókkal van elköztetésre meghalt. Hát ez egy 14-9 sajnos egy ilyen körrel. Mivel ez megtörténhet bárkivel, szóval az ilyeneket annyira nem szoktam szeretni. Lehet ez van. Sajnos ez bennem van ebben a játékban. És akkor nyilván jönni fog egy pauz. És pont amikor rávettek szegény spanyolok, nincs pénzük. Ja. Na, Varesz vissza is jött. Nem tudom, hogy Csórinak elmegy néha a nete. Legalább az fix, hogy nem bootcampelnek a spanyolok. Egyen meg OMG képét. Na, és csak most nézem.
Na hát lepereg a freestyle. Rávásároltak. Aha, rávásároltak valamennyire, nem teljesen, mert azért maradt még egy ilyen 700-800 dollár. Sőt, valószínűleg 2900. Tehát előbb tudott volna dobni egy AK-t, de úgy voltak vele, hogy nem. Egy 15-90 is lenne pénzük, ha ezt kört megnyerik, és nagyon agresszívak vagyunk középen, hát ez egy ingyen kill-klárára. Abszolút nem számított rá. Vezeti elővi OMG-t. És villám gyorsan két embert előttünk, vissza mentünk a safe pozikba. Hát akkor mentek egy kört. Áronék. Te lefutottak és most visszamennek közre. Vezeti dupla. Más jó volt a supportos neki. Még egy fegyvert pont össze tudott szedni Johnny Boy, de lőni már nem tudott vele. 15-9, 6 darab meccspontunk van. Vagy overtime. Reméljük, hogy ezért valamelyiket be fogjuk húzni. A maxos lose bonus kapnak már, azt hiszem a spanyolok egy ideje, igen. Meg ugye ahogy mondtam, hagytak a bank pénzt is, úgyhogy rá tudtak vásárolni. Olyan húra sok granátjuk nincs. Na, akkor már kiabálni, de nagyon jó, az első victory meg lesz a srácoknak. Borító BZT csere. BZT volt a járulékos veszteségünk. Ez pedig hallja flash. Hopp, kioltják, agresszívak nagyon a spanyolok, de legalább flash tudta infozni, hogy rankrem végig mennek, és nagyon gyorsan végigfutottak. Jött az infló, csak erre nem számított flash, hogy ennyire végig tolják. Ember általányba kell ritékelni. Kúliára jól tartottak le. Az első meccs pont nagyon úgy fest, hogy hárítva lesz. Pénzünk van, újra tudunk venni. Ja, az első meccs pont hárítva. És igazából, hogyha esetleg a következő kört is hárítaná az Existence, és nem mentünk fegyvert, akkor nem nagyon lesz pénzünk. Na, remélem olyan sok embernek nem akad a stream. Nekem mobilon szép sima. Borítónál az entry. Nem borítónál volt az entry, bár borító lő el még egy embert. Kicsit beszorultak banán barték. Most lehet, hogy itt lesz vége ennek a meccsnak. Nagyon be vannak szorulva. A bomba is kiesett a lehető legjobb poziba, nekünk legalábbis a lehető legjobb poziba. Kell is füstöt nem tudunk dobni rá. Bár borítónál még van egy füst. Body. Próbált a trapla lőni. Nem tudok, ez egy újra nyerhető szituáció. A spanyoloknak így, hogy össze tudták szedni a bombát. És én nincs információnk róla, hogy visszamentek, mert elcsendesültek. Bár nagyon úgy fest, hogy ide akarnak majd menni. Body lő el egy embert. Hú, visszalövik mondjuk elég csúnyán. Áront. Szépen számítottak erre. Hú, bonito. Összél meg az ész is Bodinak. Nem. 10 másodperc. Nézzünk ki. Jó, de visszalőjük. És végül megint egy 1v1 döntött, de ezt már lehoztuk. Body